Az egyik legesélyesebbnek tartott brit kormányfőjelölt, mellesleg jelenlegi külügyminiszter Boris Johnson azt mondta, ha ő lesz az Egyesült Királyság következő kormányfője, nem fog 40 milliárd eurót fizetni azért, hogy elhagyhassa az Európai Uniót. A Sunday times adott interjújában Johnson a következővel érvel: Azért tartaná vissza az évekre elosztott összeget, mert amíg az nála van, addig jobb feltételeket tud kiharcolni Brüsszellel szemben. Eközben a másik esélyes, a drogbotrányba keveredett környezetvédelmi miniszter Michael Gove pedig az október 31-i határidő meghosszabbításáról beszél. Véleményem szerint október 31-e előtt távoznunk kellene, de ha mégis szükségünk lenne pár plusz napra, netán hétre, akkor azt nem kéne megtagadni tőlünk, mondta. Az ugyancsak mély székére pályázó Said Javid belügyminiszter inkább lenne hajlandó egy megegyezés nélküli Brexitre, semmint a határidő túllépésére. Mindent elkövetek azért, hogy tartsuk a határidőt. Számomra ez az elsődleges. Természetesen a megegyezés nekem is célom, bármit megteszek érte. De ha a kettő között kell választanom, akkor inkább a megállapodásról mondanék le, nyilatkozta. A konzervatív párt képviselői jövő csütörtökön döntenek az új pártelnök személyéről. A pozíció péntek óta áll betöltetlenül. Tereza May jelenleg ügyvezető kormányfő.